A szarvas gomba sokféle föld alatti gomba gyűjtő neve. Ritka és értékes csemegének számít a gasztronómiai különlegességek világában. A föld kenyere, ahogy egykor nevezték. Úrik József és családja több mint 20 éve fedezték fel a föld alatt rejlő kincset. Rejtélyes élőlény a szarvasgomba. Sokan úgy vélik afrodiziákum, a fűszeres, nehezen meghatározható zamatú gomba. Az olaszoknál van egy közmondás, ami éppen erre utal. Aki erkölcsös és erényes életet szeretne élni, az ne kóstolja meg a szarvasgombát. Szintén szerelmi serkentő hatásáról mesél a legenda, miszerint a gímszarvasok szeptemberben, októberben a párzásuk előtt feltúrják az erdők talaját, és előszeretettel fogyasztják el a föld alatti csemegét, amitől a nőstény utáni vágyuk szinte az őrületig fokozódik. A serkentő hatásáról ismert hiedelmeknek és legendáknak köszönhetően már az ókor óta jól ismert fűszer. Azonban egy jó szarvasgombának az értékét inkább az illata, mint a mennyisége határozza meg. Kárpótlás során került hozzánk a terület. Hála a jó magas égnek. József apja a család értetlenkedése ellenére egy elhanyagolt erdős földrészt választott, hogy majd fiaival vadászik ott később. Végül soha nem vadáztak, de olykor kinéztek az elhagyott területre. Középső fiam megtalálta az első szarvasgombát, és azon felbuzdulva, meg hát az élettani kiváló gombahatás, ugye, hogy megettem azt a 70 dekát, és más nem az erőlködéstől, hanem a csodálkozástól gúvadtak ki a szemeim, hogy hát ilyen van. Másnap Ulrich József, aki szakmáját tekintve építőmérnök, lelkesen látott neki a szarvasgomba termesztés elsajátításának. Látott benne fantáziát, pedig akkor még nem nagyon volt széles körben ismert a földnek e furcsa kincse a fűszerek között. Teljesen autodidakta módon ment ez az egész, mert érdekelt. És úgy, én ilyen büdös kutya természetem van, ha valamit elkezdek, azt muszáj, hogy befejezem, különben belehalok. Később József komoly kísérletekbe kezdett, így a saját szabadalma alapján telepíti azóta is a szarvasgombát, nem pedig a megszokott ültetvényes rendszerben. Erdőket telepít, hiszen a szarvasgomba szimbiózisban él a tölgy, a hárs és a mogyoró gyökerein. Így teljesen természetesen élnek, különösebb agrártechnológiák bevetése nélkül. És akkor csináltunk itt egy 10 hektáros telepítést. Az eltelt több mint 20 évben már több gombafajtával is kísérletezett. Francia szarvasgombával is, meg az isztriai fehérrel, ami a legdrágább. Az isztriai szarvasgomba elvileg melegebb vidékeket kedvel, de a globális felmelegedés utat engedhet egy-egy új, eddig itthon nem ismert fajtának is. Gyere, csillagom! Tolna megyében, Hőgyészen éppen egy szarvasgomba szedésre érkezünk. A föld alatt rejtőző gomba illatát csak az állatok érzik jól. A kutyák betaníthatók arra, hogy a megtalált fűszerkincset ne egyék meg úgy, mint az erdő többi lakója, a vadmalac, a szarvasok és az őzek, valamint a pockok. Szezon elején valamikor zavar rétegben van bent a teteje, de így a szezon vége, október-november a kicsit mélyebbre mennek, de a kis pár centi. Keresmen, ott van? Ulrich Balázs, József fia, ma már 100%-ban kiveszi a részét a családi vállalkozásból. Gyermekkorában még nem értette az erdő fontosságát. A munka részére emlékszek csak, amikor még kicsik voltak a fák, gondozni kellett, ápolni őket. Ezt mi csináltuk mind kézzel. Akkor még nem gépiesítettünk semmit. És hát főként ezek az első emlékek, a sok nyári munka. Akkor még nem tudtam, hogy ez miért lesz jó nekünk, hogy egy sima erdőbe ennyi energiát fektetünk bele. Ma már érti és büszke édesapja erőfeszítéseire és kísérletező kedvére, amely egy újabb szabadalommal tette gazdagabbá a szarvasgomba termesztést. A kutyák pár perc alatt találják meg az első szarvasgombát. Olyan, mint a labradornak az orra. Ahogy járjuk az erdőt, amit József telepített, egyszer csak érthetővé válik, hogy a szarvasgomba termesztése a talaj, a föld és a környezet kizsigerelése nélkül is lehetséges. Lassú folyamat, 5-8 év mire egy-egy erdő termőre fordul. De vegyszermentesen, élőhelyet adva és nem elvéve az erdők lakóitól.